A magyar védőnök magyar örökség díjat kaptak 2013-ban. Az elismeréssel járó oklevél másolatát Ugi Attila polgármester és dr. Hajc Andrea, a 10. kerületi népegészségügyi intézet tiszti főorvosa ünnepség keretében nyújtott át a 18. kerület aktív és nyugdíjas korú védőnőinek szeptember 24-én a Városháza dísztermében. Ugi Attila polgármester köszöntő beszédében kitért arra, milyen intézkedéseket tervez a kormány a védőnők helyzetének javítására. Tervezi a rugalmas és részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségének bevezetését, a védőnői képzésben történő speciális továbbképzési lehetőségek kidolgozását, az országos védőnői szolgálat létrehozását és a jelenlegi finanszírozásban tapasztalt aránytalanságok kiegyenlítését. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyarság láthatatlan szellemi múzeumát. 2013-ban kapta meg a Magyar Védőnői Szolgálat ezt a díjat, melyet az akadémián ünnepélyes keretek között adták át, és ez egy nagyon nagy dolog. Mi nagyon megbecsüljük a védőnőinket, és ezért ünnepélyes keretek között fogjuk őket ma itt a kerületben is köszönteni. A díszoklevél másolatát valamennyi védőnő részére elkészítette az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal. A kerületben 10 iskolai és 30 területi védőnő dolgozik. 6 éves korig a területi védőnök, 18 éves korig pedig az iskolai védőnök kísérik figyelemmel a gyerekek fejlődését. Hál' Istennek itt a kerület nagyon népes, és folyamatosan gyarapszik, nagyon nagy a gyermeklétszám a többi kerülethez képest. A 18. kerületi védőnői szolgálattal elégedett a kerület vezetése, büszkék arra, hogy jól működő rendszer tudhat magáénak a kerület. Pozitív visszajelzéseket kapunk a védőnői szolgálat működésére a 18. kerületben. Ez nagy öröm számunkra, és büszkék vagyunk arra, és úgy ítéljük meg, hogy a 18. kerület egészségügyi ellátásának egy nagyon fontos eleme a védőnői szolgálatnak a működése. A kerületi védőnök számát egyelőre nem kell növelni, hangzott el az ünnepségen, de a szakemberek bíznak abban, hogy hamarosan több védőnőre lesz szükség, vagyis számítanak a gyereklétszám további emelkedésére.